Sokan voltak kíváncsiak a Murgai falunapra, amin a számos környékbeli fellépő műsorából mindenki könnyen megtalálhatta a kedvencét. A Murga község Tónomegy egyik legkisebb települése. Örömömre szolgál az, hogy ilyenkor, amikor a falunap van, akkor benépesül a település. Én számításaim szerint van 150 fő van most per pillanat jelen ezen a rendezvényen. Délelőtt folyamán is voltak már programok. A Kovács Gábor muzsikus tartott itt a gyerekeknek előadást. Egész napos program, légvár, gyerekeknek gyöngyfűzés és ilyen dolgokkal készültünk. Továbbá a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság tűzmegelőzési bizottságának van itt egy egész napos kitelepülése, és a tűzmegelőzése kapcsolatban vannak különböző olyan programok, amik hasznosan lehetnek az embereknek a számára. Délben egy ebédre vártuk a közönséget. Egy órakor egy habparti volt, a gyerekeknek nagy örömére, most már mondhatom, mert az már lezajlott. 2 órakor kezdődnek a kulturális programok. A kulturális programokon belül amatőr csoportok lépnek fel, többek között a Hölgyészi Gyermek otthonnak a táncosai, a Tolnai Vándorló Szépkorúaknak a csapata, csoportjának a csapata. Lemle Mária nosztalgia dalokkal fogja szórakoztatni majd a közönséget. Kosnás Árpád pedig néptánccal fog kedveskedni az embereknek. A Zombai Hagyományőrző Egyesületnek a tagjai szintén néptánccal fognak majd ellépni. 4 órakor sztár vendéget is tudtunk, vagy fogadunk. A Sipos F. Tamás fog egy koncertet itt végül is tartani, ami bál követ, 7 órától és este pedig 9 órától egy tűzi játék. A kilátogatók számos néptáncot is megcsodálhattak a Kosnás család jóvoltából. Murgán egy kicsit hazai pályára is jövünk, hiszen én Murgán éveken keresztül táboroztattam Valsányitás csoportot, a Bonyanitás csoportot, úgyhogy igaz, hogy már több mint 10 éve nem jártam itt, de most, ahogy jöttem lefele a kis löszfalak mellett, ezek a sok emlék rám tört. Erre falunapra a polgármester úrtól kaptunk meghívást, mint Kosnás család szereplünk. Ez egy Győriben élő kis család, táncolnak a gyerekek, szülők, éneklünk, és jól érzünk magunkat a színpadon is, és ezt fogjuk megmutatni a kedves közönségnek. Ugye a fiam az többszörösen díjazott szólótáncos is, úgyhogy ezt is bemutatjuk a tisztelt nagy érdeműnek, és mi is táncolunk, hiszen mindannyiunknak a tánc az élete. 3 tánccal készültünk, táncolunk egy szatmárit, egy szatmári énekel felvezetve, utána egy széki sűrű és ritka tempót, ez egy erdélyi, nagyon virtuóz férfi tánc, majd mivel bukovinai székelyek vagyunk, ezért a bukovinai székely ének és tánc a szívünk közepe, és így aztán egy bukovinai összeállítással is készülünk a műsoron. Citera kíséretében lépett fel a Tolnai Vándorló Szépkorúak baráti köre. Ők is rendszeresen visszatérő fellépői a Murgai falunapnak. Évek óta ide járunk Murgára. A Felkvárton a polgármester és a felesége a csoportnak a tagja, és mindig meghívnak a falunapra. Nem csak falunapra jövünk, hanem eljövünk majálishozni. Majálishozni eljövünk, és szinte többen jövünk, mint a murgai lakosság, életet hozunk a faluba. Most is a polgármester úr felkért bennünket erre a falunapra, jöjjünk el, megtisztelt olyan dologgal, hogy főzzünk. Egy helyi barátunk szarvaspörköltet főzött, mi még tolnai bagolyást főztünk. Amiáért főztünk a majálison is, és nagyon nagy sikere volt a bagulyás, a szarvas pörköltet. Nagyon szívesen jövünk ide. Jól érezzük magunkat, nosztalgiázunk, ünnepelünk, barátkozunk mindenkivel. A gyerekek szórakozásáról a kulturális programok mellett trambulin és ugrálóvár is gondoskodott.